hogyan készült? Ma a hogyan készültben. A filmkamerák. A karácsonyi üvegdíszek. A hatalmas abroncsok. A filmkamera egy olyan eszköz, amivel mozgóképeket készítenek. A képet 16 vagy 35 mm-es filmre rögzítik. Mint egy jól olajozott szerkezetnek, az alkatrészei a legnagyobb precizitással működnek. A kamera belseje a technológia és a szaktudás csodája. A kamera mechanikája és elektronikája egy lenyűgöző koreográfia szerint rögzíti a képeket. A burkolat elkészítésekor egy számítógépvezérlésű marógép precíz üregeket mar egy alumínium tömbbe. Ezután egy szonda letapogatja, így a számítógép ellenőrizni tudja, hogy a tárgy megfelele az előírásoknak. Ezután komputervezérlésű fúrók és vágószerszámok kialakítják a filmkaput. Ez tartja a filmet az expozíció pillanatában. Egy csiszoló korong a feladatsor utolsó lépése. Ezt követően az alkatrészt egy gyémántporral és polírpasztával telített polírkoronggal munkálják meg. Ragasztót visznek fel a filmvezetőre, ami a filmet a kapuhoz nyomja. Aztán a film mozgató szerkezetét is beragasztózzák. Összenyomják a vezetőt és a mozgató szerkezetet, majd csavarral biztosítják a ragasztást. Ez a két tüske tartja a filmet a helyén. Ezek pedig a lehúzó karmok. Ezeket az alumínium alkatrészeket a mozgató szerkezetre szerelik, mindkét oldalára egyet. Előre-hátra mozdulnak, ahogy a rögzítő tüskék mozognak, a filmet a vezetőre húzva. Ahogy a karmok lehúzzák a filmet, a tüske becsúszik a perforációba. Ez másodpercenként 150-szer történik meg. Ezután a mozgató szerkezet borítást kap, hogy megvédje az érzékeny alkatrészeket. A másik oldalra is borítás kerül. Ekkor kipróbálják a gombokat. Ezután felszerelik a kamera tengelyt. A motor a mozgató szerkezetet fogasszíjjal hajtja meg. Ezután egy mechanikai ellenőrzés során kipróbálják a tüskéket és a karmokat. Ez a kamera zárja, a lencsék és a film között helyezkedik el. A munkás egy a fél zárat eltakaró tükröt szerel fel. A tükör adja a képet a keresőbe, ami az optika mögött van. A tükröt egy különleges tisztító folyadékkal tisztítják meg, ha nem tiszta, a kép a keresőben elmosódott lesz. A védőlemezek eltakarják a nyílásokat. A zár és a tükör egyszerre forog. Ebben a modellben a zár elektronikus, ezért kell bele egy mikrochip és persze kivezetések is. A technikusok alaposan megvizsgálják az érintkező alkatrészeket. Aztán tesztelik az elektronikát, hogy lássák, minden működik-e, kezdve a zárral. Amikor a belső alkatrészek együtt vannak, ideje beépíteni azokat a kamera borítása alá. A korábban már látott filmkapu a helyére kerül. Ezután a film mögötti mozgató szerkezetet helyezik el, majd rögzítik. Végül a zárat is beillesztik. A kamerát az egyik oldalról lezárják, hogy védje az elektronikát. Majd az oldalsó borítás részeként a külső tartozékok vezérlő paneljét helyezik el. Csipeszre és biztos kézre van szükség, amikor a kameraház objektív nyílásán keresztül behelyezik ezt az élességállítást segítő üveget. Végül az optika is a helyére kerül.
Most, hogy a kamerát összeállították, rákerül a filmet tartalmazó kazetta. Egy kis igazítás itt-ott, és a film is a megfelelő helyen fut. Hogy ezt biztosítsa, a mozgatószerkezet is előre bukik. Egy gombnyomás, és a film már át is száguld a labirintuson. Ez a kamera a különleges effektusok rögzítésében és a nagysebességű felvételekben jeleskedik. Szinte már halljuk is. Felvétel! Nehéz felülmúlni az üveg karácsonyfadíszek ragyogását. Ezek nélkül sokak számára a karácsonyfa nem lenne az igazi. A 19. században találta fel egy német üvegműves az édesség és a dió helyett, mert túl drágák voltak, hogy azokkal díszítse a fáját. Ezek a karácsonyi édességek, a szemnek. A mai üvegdísz maga a vizuális élvezet. Az első lépés, hogy készítenek egy rajzot és egy plasztilin modellt. Erről készítik a fémkaplit, az öntőformát. Majd egy üveghenger végét addig hevítik, amíg meg nem lágyul. Az üvegfúvó akkorára fújja a henger végét, amíg olyan nem lesz, mint egy gömbdísz. Bizonyos üveghengereken középre esik a felfújt forma, amit hevítettek. Ebből egy hosszúkás buborék lesz. Ezt a buborékot teszik be a kapliba és keményre fújják. Az üveg kitölti a teret és felveszi annak formáját, így lesz belőle hóember. Leégetik az egyik szárát, majd a hóember orrára irányítják a lángot, hogy ki tudják húzni. A gyors lehűlés tönkretenni a díszt, így egy kevésbé intenzív lángban fokozatosan csökken a hőmérséklete. A fújás és a formázás sietős munka. Az üvegfúvónak csak néhány másodperce van, hogy végezzen, mielőtt az üveg túlságosan lehűlne. Ezután a díszek elnyerik ragyogó fényüket. A belső megmunkálás következik. A mester ezüstoldatot juttat a gömbök belsejébe. Utána meleg vízbe meríti azokat. Ettől az ezüst kicsapódik az üvegen, miközben a mester lötyögteti az oldatot, ezzel gyorsítva a folyamatot. Addig mozgatja, amíg az oldat teljesen be nem fedi belülről a gömböt. Az utolsó merítés adja meg a tükörfényt, de belülről. Ekkor az ezüst oldatot egy másik tartályba önti, hogy újra felhasználhassák. Ugyanezt az eljárást használják az olyan figurák esetében is, mint a hóember. Egy gyors lötyögtetés, és már meg is van a belső ragyogás. Ezután a díszt lakba mártják, hogy színes legyen. A belső foncsorozás átragyog a lakkon. Ekkor a dísz egy művészhez kerül, aki festékszóróval fehér lakkot fúj rá, akár havat, a szélvihar. Így lesz a hóemberből az öreg jeges. A művészek néhány részletet még kézzel is kifestenek, mint például a Mikulás sapkáját és kabátját. Ettől lesz a dísz látványban gazdagabb. Ha a festék megszáradt, ragasztót kennek oda, ahová csillámport szánnak. A ragasztó gyorsan szárad, ezért újra fel kell hordani. Ha megkezdődik a karácsonyi csillogás, abból sose lehet elég. Ezután megkarcolja a szárat és letöri.
egy fémsapka kerül a díszre. Ezeket a törékeny szépségeket nagyon óvatosan kell becsomagolni. Mindegyik saját dobozt kap, melyekben biztonságosan jutnak el a vevőhöz. Így már készek a díszek, hogy elfoglalják a helyüket egy karácsonyfaágon, és megszépítsék az ünnepeket. Az építkezésekre is bányákba szánt gumiabroncsok tényleg hatalmasak. Akár kétszer olyan magasak is lehetnek, mint egy ember, és több tonnásak. Ezekhez a súlyos abroncsokhoz súlyos árcédula is tartozik. Egy darab akár többe is kerülhet, mint egy középkategóriájú családi autó. Az óriásabroncsokat nem igazán országútra szánták. Inkább bányákban és építkezéseken szolgálnak. Először is gumit adagolnak egy hatalmas mixerbe. Ezután jön a kén és az antioxidánsok, amik a tartóságot növelik, majd az újra felhasznált régi abroncsok darabjai. A mixer tetején meghatározott mennyiségű kőolaj mellékterméket adagolnak a gépbe, ami megkönnyíti az anyagok keveredését és kötését. A keveréstől hő fejlődik, ami meglágyítja a gumit. A gumi ezután hengerek közé kerül, ami lappá préseli. A folyamatot őrlésnek nevezik. A gumilapokat többször felszeletelik és visszatáplálják a gépbe. Ez az eljárás dagasztja az anyagot a megfelelő állagúra. Amikor a gumi folytathatja az útját, egy futószalagra kerül. Közben egy kerék belenyomtatja a dátumot és az azonosító számot. A gumit ezután szappanos vízen húzzák át. A vízből akasztóra kerül, amivel együtt megy a szárítóba. A szappanos víz megelőzi, hogy a továbbiakban összeragadjon. Ezután egy gumicsékra felírják az azonosító számot. A szám innentől együtt halad tovább a termékkel. Ez jelzi a tesztelési folyamat kezdetét. A mintát egy tartályban a laborba küldik. Ha a gumi összetételét hitelesítették, az anyag kész az óriásabroncs legyártására. A következő állomáson acélhúzalt húznak egy gépbe. A húzalt több részborítású acélszálból sodorják. Ez a húzal a gumi erősítésére szolgál. A húzal egy extrudáló gépbe kerül, ami ledarálja és felhevíti a gumit, amit aztán a húzalra présel. Az eredmény az acélradiálként ismert abroncs. A gumit ezután egy bizonyos szögben elvágják, majd burkolják. A vágás az éleken láthatóvá teszi a húzalokat, ezért forró görgők gumit olvasztanak rá. Az acéllal erősített gumi teszi az abroncsot ellenállóvá. Az abroncs alapszövetét gumival burkolt műanyagívek képzik. A gumírozott műanyagcsékokat meghatározott hosszúságúra vágják. Ezután több lapot illesztenek össze, létrehozva a kötéseket. A lapok összetapadnak, mert a kezeletlen gumi ragadós. Egy gép göngyölíti a gumit a megfelelő méretűre. A gumírozott műanyag hurkokat cikcakban illesztik össze, hogy erősebbek legyenek.
A méretet megadó gép egy vékony réteg gumit enged minden illesztés közé. Ettől a hurok vastagabb lesz. A kész hurkokat szalagnak nevezik, ez az óriás abroncs csontvázat. A gumit ráfektetik egy kocsira, és a következő állomásra továbbítják. A következőkben a gumihurkot formázzák és fújják fel úgy, hogy óriás abroncs lesz belőle. Időbe telik, amíg a gumiból kerék lesz. Egy óriás abroncs előállításához 24 órára, vagy annál is többre van szükség, mert a gumi kezelése sok időt igényel. Ez nem tömegtermelés, ez a tömeg előállítása. A legnagyobbakból végül csak néhány darab készül el naponta. Erre a gépre úgy húzzák fel a gumiszalagot, mint egy bugyit. A gép görgői kinyílnak, majd egy forgódobra juttatják a gumiszalagot. A gép levegőt fúj a görgők és a gumi közé, hogy a szalag könnyebben jusson át az állandó sebességgel forgó dobra. Ha a gumi átjutott, a görgők visszahúzódnak és a levegő befúvás leáll. Ekkor a gumi összehúzódik és felveszi a dob alakját. A gumi túlnyúló végét behajtják a dob közepébe. Az óriási gumiszalag ekkor veszi fel az abroncs formát. Egy másik gép acélhúzalokat von be gumival, így készít gumírozott acélcsíkokat. Ezt a káva készítéséhez használják majd, ez lesz az abroncsnak a felnire felfekvő része. Hogy a káva elkészüljön, egy fémkeréken 20-szor tekercselik fel a gumírozott acél. Ekkor leveszik a kávát és megvizsgálják. Ezután gumival borítják be, mert így könnyebb az abroncshoz igazítani. Egy speciális kerék segítségével helyezik fel a kávát a majdani abroncs oldalára. A káva megragad, de ennél biztosabb kötésre van szükség. Egy forgókerék nyomja a kávát az abroncs formához. Ezután az előzőleg behajtott túlnyúló részt nyers erővel visszahajtják rá a kávára. Két vagy három kávát is felhelyeznek az abroncs mindkét oldalára. Ezután a forgódobra újabb réteg gumiszalag kerül, hogy rögzítse a kávákat. Ekkor az abroncs újra forogni kezd, miközben acélerősítésű gumit tekercselnek rá. Ezt egy tiszta gumicsík követi. Ezek a csíkok képezik a futófelületet. Egy munkás ekkor egy vastag gumit teker a henger élére. Ez lesz az abroncs oldalfala. A forgókerék ekkor az oldalfalat fréseli az abroncshoz. Ennek a munkafázisnak ezzel vége. Itt egy hatalmas gumihólyagot fújnak fel, majd eresztenek le, miközben tapadásgátlóval kezelik. A hólyag tölti majd be a sablon szerepét. Az abroncsot ráemelik a leeresztett hólyagra. Ezután gőzzel fújják fel, így szétnyomva az abroncsot. Egy futófelület mintájú fémsablon ereszkedik rá és zárja magába a dagadó gumit. Az abroncs legalább 18 órát fő a sablonban, miközben a gumi felveszi a formát.
Az óriás abroncs már fotófelülettel kerül ki a sablonból. A márkajelzés és az azonosító számok ekkor már az abroncson vannak. Miután lehűlt, minőségellenőrök vizsgálják meg kívül belül az abroncsot. Ha ők ráütik a pecsétet, már gurulhat is. És ezekkel a hatalmas fogakkal biztos, hogy minden óriás abroncs nagyot harap a munkaterület felszínébe.